Megújult környezetben a történelmi pince soron zajlott a helyi ételek és ízek igazi falusi mulatsága. A fesztivál célja volt a helyi élelmiszerek, termékek, termények, az őshonos állatok és az állattartás népszerűsítése és erősítése. A fesztivál nagyon fontos gazdasági és turisztikai esemény Mikóháza életében. Munkahely teremtés szempontjából mindenképpen fontos, hogy a helyi termelők helyi terméket állítanak elő. Másrészt idegenforgalmi szempontból, hiszen rengeteg ember van, amely vásárban megismerik Mikóházát, mivel hagyományteremtő jelleggel lett ez a vásár megszervezve. Bízunk benne, hogy jövőre még többen jönnek, még több turista lesz. A turisták Mikóházán szállnak meg, itt alusznak, itt esznek, itt isznak, tehát mindenképpen a településnek egy nagyon fontos reklámérték is a mai nap. Szinte nem volt már semmilyen olyan termék, ami mondjuk megjelenhetett volna itt egy helyi piacon. Ezért gondoltunk arra, hogy egy fesztivál az alkalmas lehet arra, hogy felhívja az emberek figyelmét, hogy ez érték, a helyi ízek, a helyi ételek, a helyi termékek az érték, és hogy fogjon bele minél több ember ezeknek a helyi termékeknek a termelésébe. A fesztiválon részt vettek Mikóháza francia, lengyel, belga, felvidéki és erdélyi testvér településének képviselői is, kik saját térségük, településük jellemző ízvilágát varázsolták a rendezvényre. Csöröge fangból készül, úgy hívják, hogy rakott ág. 200 éves történelme van a településünkön. Őseink kitalálták esküvői ajándéknak, ami ugye nagyon sok csöröge föl van rakva egy hármas ágra, az a bőséget, boldogságot szeretné szimbolizálni. Ismétlem 200 éves. A román nemzeti márka és névjegy hivatalon a levédett termék, tehát eredeti mikóifalusi termék, és figyelem, világ unikátum. A helyi termékfesztiválok hozzájárulnak a hazai ízek megismertetéséhez. Ennek jelentőségét az adja, hogy a helyben megfőzött élelmiszerek sokkal finomabbak, egészségesebbek, mint az élelmiszeriparban előállított tömegtermékek. Régen Zemplén Abaúj egyik éléskamarája volt hegyköz gyümölcseivel, pálinkáival, húsával. Mindez sajnos a globalizáció miatt lassan feledésbe merül. Régi hagyományok felelevítésével én úgy hiszem, hogy a jövő útját építjük azt, hogy igenis meg kell mutatni, hogy milyen kiváló termékeink vannak hegyközben. A magyar mezőgazdaság és vidék kitörését a helyi termékek és a helyi piacok létrehozása segítheti. Ennek megvalósítását a Vidékfejlesztési Minisztérium is támogatja. Szeretnénk a közeljövőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a falu megújulítás, falufejlesztés jogcím által a helyi piacok fejlesztését előmozdítani pályázati rendszerben, illetve támogatási oldalról könnyíteni a helyi piacok létrehozásának feltételén jogszabályváltoztatással. Akik már elteltek a Mikóházi Fesztiválon a finom helyi ételek és italok ízével, azok számára a helyi és térségi hagyományőrző csoportok műsora nyújtott kikapcsolódást.